Na, hellosztok! Most egy új programot fog bemutatni nektek, ami egy 1991-es játék, és amint látjátok, a Terminator című filmet szeretné meglovagolni. Ennek a programnak a címe az, hogy Terminator 2 Judgment Day. És hát igen, akkoriban pár bört lehúztak erről a témáról. Ugye megjelent 91-ben egy arcade verziója is ennek a játéknak, hát nem pont ennek a játéknak, hanem a Terminator franchise-nak. És el kell mondjam, hogy az a játék az írtóra jó volt, hát klasszisokkal jobb, mint ez a játék. Ez körülbelül a... Hogyha egy hasonlatot kell mondjak, akkor olyan, mintha egy Bugattit hasonlítanánk hozzá, mondjuk egy Trabanthoz, körülbelül olyan messzire áll ettől a játéktől a az arcade verzió, ami klasszisokkal jobb. Hát nézzétek már eleve mennyire gagyi grafika, még 91-hez képest is, hát akkor ugye már volt Street Fighter, és nem igaz, már ugye a Street Fighterből egy kis ötletet nem lehetett volna áthozni például ez a bunyóhoz. Ez annyira gáz, nem? Nézzétek, Arnoldnak a feje kétszer akkora, mint a másik srácnak. És a harc az valami eszméletlenül gagyi. Én mire rájöttem, hogy hogyan kell ezt lenyomni, még régen is, hát teljesen rosszul lettem már a végére a játéktól. Itt az a taktika, hogy lefelé kell húzni a gombot, majd mikor közelünkbe ér, akkor az összes töltényt, ami nálunk van, bele kell hirtelen ereszteni, majd eszeveszett rukkapálásba kell belekezdeni, aminek az a következménye, hogy nekünk körülbelül, hogy a fél életünk le fog menni, de nagy nehezen leverjük az ellenfelünket. Itt bemutatom a témát. Egyébként figyeljétek a környezetet is, hogy hol vagyunk, tehát ez egy ilyen kórházszerű rész, ugye a filmből ismert jelenet. A padlóról felismerni, és ott van valami automata mellettünk. Aztán slusszpassz, ennyi volt a nagy dekoráció. Ja, meg három lámpot fölül. Na, második pályán jön ránk egy kamion, és aki nem látta a filmet, annak hótlila gőze nincs, hogy mi folyik az egész játékban. Mert történetet elfelejtettek hozzá mondani pályák közben, szóval hát találd ki, hogy miről van szó, érted? Hát hogyha nem láttad a filmet, akkor nézd meg a filmet, mielőtt játszol a játékkal. Szerintem erre gondoltak a készítők. Na most itt a második pályánál nagyon nehéz dolgunk van. Itt, hogyha lelassítunk, akkor John Connor meghal, hogyha pedig tárgyakba beleütközünk, mint például itt, akkor szerencsétlen Terminátor esik darabokra. Most nézzétek, milyen szivatás van itt a pályán. A pálya végén. Nagy nehezen átvergődsz, és akkor oda rakják a hídlábát melléd. És hogyha abba belehaladsz, akkor nézzétek, hát igen, akkor jól jársz. Most így körülbelül 11-ére már sikerült átjutnom a következő pályára. Ezek a bejátszások nem rosszak, de azért, hogyha bejátszásokat akarok nézni, akkor inkább megnézem a filmet szerintem. Bejátszások úgy lennének poénosak, hogyha lenne hozzá történet is. Tehát így fogalmunk sincs, hogy miről van szó. Itt a harmadik pályán van egy eléggé egyszerű puzzle, amit mindig sikerült kirakjak. Hogyha sikerül Arnie kezét összerakni. De hát ezt is találd ki, hogy kinek a keze, hogyha még életedben nem láttad a filmet. Na, ha sikerül ez a puzzle, akkor feltölti neked az életedet. Ez általában egyszerű volt összerakni. És akkor jöjjön a negyedik pálya, és akkor figyeljétek csak a negyedik pályát. Hogy mennyire előtt az első pályától. No problemo. Kérem szépen, ugyanaz az egész. Hát nézzétek, csak oda beraktak egy liftet,
meg az automata helyére odaragasztottak a falra egy ilyen no smoking sign-t. És ugyanaz a taktika, nézzétek, hát tisztára annyira nevetséges ez az egész. És ugrás az ötödik pályára, ahol Arnie fejét kell összerakni, és nézzétek már a grafikát. Körülbelül ilyen Commodore 64-es színvonal, könyörgök. El tudjátok képzelni, hogy ebben az időben adták ki az Arcade Terminator verziót is, ahol egy gépuskát kell szorongatni? Ezt nekem soha nem sikerült kirakjam. Időre. De általában egy hétbe került, mire ideig egyáltalán eljutottam. Na mindegy, jöjjön a következő pálya, hasta la vista, baby! Ahol a rendőrségnek, ugye a SWAT csapatát kell ripityára lőni, kiirtani, mint látjuk. Annak ellenére, ugye, hogy John Connor a filmben megmondta Terminátorunknak, hogy nem szabad az embereket kinyírni. Tehát a programkészítőket ez se zavarta, hogy igazándiból. És itt vagyunk, igen, azt hiszem ez a hatodik pálya, ahol arra kell odafigyelni, hogy a Sarah Connor ugye meg ne halljon, vagy a Terminátorunk. Na most itt van egy célkereszt, amivel a helikoptert kellene leszedni. És igen, itt majdnem sikerült is, de baromira nehéz, hiszen célkeresztet rá kell rakni a helikopterre, de az csak akkor sikerül, hogyha egyenesbe állsz a helikopter, a helikopter pedig egyfolytában lőtt téged, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy gondolták a programozók, na mindegy. De végül is elértem 12.000 pontot, amit szerintem még akkoriban sem sikerült. Na mindegy, a grafika az eléggé pocsék. Láttatok, mennyien csúnyán csinálták meg szegény Sarah Connort. Arnie is elég furcsán néz, nem tudom, hogy hogy adhatta a nevét ezzel a játékhoz. Na mindegy, vagy lehet, hogy nem adta hozzá, azért ilyen érdekesek a képek. Na mindegy. Hát a hanghatások is lehettek volna jobbak szerintem. A lényeg az, hogy nekem ez a játék akkor se jött be, mikor kijött. De ha tetszik nektek, akkor töltsétek le. Gondolom már ezt is ingyen letölthetitek, aztán kellemes retrózást hozzá. Remélem tetszett a videó, srácok, sziasztok!